Sziasztok újra! Blu-ray Motion volt a kockák egy bajban. Ezután a kisebb filmről, mint a Rettenhetetlen című filmről, amelyet ugye Mel Gibson rendezett, és Mel Gibson is volt a főszereplő. És egy évfordulós kiadás, szóval a 15. évfordulóra adták ki. Egy 95-ös a film. 5 Oscar díjas filmről beszélünk, köztük a legjobb film díjáról. És azt a legjobb zenét is megkapta ezen kívül még sok más, de a fejben meg nem mondom nektek. Ez a film ugye nem rövid, 177 perc, hanem 3 óra is. Viszont ennek erre azt tudjuk, hogy megszolgálja, tehát van benne történés, van benne karakterek, és egy két nemzet elég hosszadalmas viszálya. Most egy kicsit aktuális, és úgy néz ki, hogy idén összeszavaztattak a szamoskótok a kiválásukra. És most már megint egy olyan képviselő nyert egyébként a tévévitán, aki ki akar válni, 60-70%-ban nyert. És eddig is úgy tűnt, hogy milyen már a szavazáshoz is kellett pár jelölés és szavazat. Ügyetlen megcsinálják, elindítassák a szavazást, tehát úgy néz ki, hogy valószínűleg el is fognak szakadni. Szóval egy érdekes dolog aktualitás most itt 14-ben. A film történelmi természetesen nem 100% hiteles, és az a célja, de egyébként, ha összehasonlítjuk mondjuk a 2010-es Robin Hood-dal, akkor is sokkal hitelesebb filmről beszéltünk, én az én véleményem szerint, de lehetne még sorolni más történelmi filmeket, a Nagy Csándor is soha nem, amelyek nem a hitelesek, mint ez a film szerintem. Én most látványvilágra gondolok, jelmezek, különböző korszakbeli dolgok, meg az, ahogyan megcsinálták a filmet, és statisztákkal csinálták, meg díszletekkel is, és valós középkori helyszínekkel, már legalábbis még a meglévő romoknál és kastélyoknál, váraknál, tehát ilyen szempontból értem, hogy ezt leginkább, tehát nem csak CG-t használtak, rendes statisztákat használtak, rendes, nagyon sok jó minőségű jelmezt, fegyvert, páncél és helyszíneket használtak. Ez a film is, látszik ma ilyen napon, tehát én fölöléknek ajánlott, csak aluljaknak nem igazán. Mert hát azért vannak benne brutalitás, és mesztelenség is tudja szóval. És emiatt. Ez volt egy DTS HD minőségű angol hangzás van rajta, olasz, spanyol, orosz hangból is 5.1 DTS, és a magyar lengyel hang is legalább 5.1-es, úgy lehetett volna szintén DTS, de pedig ennek egy nagyon jó szinkronja van, de egyiket angol is rossz. Ami nagyon érdekes, hogy HD Master képvilág van rajta, az azt jelenti, hogy az operatőr maga hagyta jóvá, ami után annyira fölnyomták a képminőséget, hogy már elégedett volt vele. Szóval azt kell mondani, hogy a képminősége, stílusos legyek a 16 éven aluljaknak nem ajánlathoz, rohadt jó. No. Ezen kívül kapunk egy interaktivitást, a Skót Szabadságharc csatáit 3D-ben, térképen és Amazon. Ráadásként kép a képben William Wallace világát, és láthatjuk, ez nagyon jellemző volt a Blu-ray kiadásnak, főleg 2010 óta. Na nézzük, legenda Blu-ray-e magyar felirattal. Első lemezen audio kommentár Mel Gibson rendező közreműködésével, eredeti nyelven. Ez még érdekes, hogy magyar felirattal írják, de nagy részt egyébként eredeti nyelven van. William Wallace világa képen eredeti nyelven. Mert a másik lemez, amely az extrákat tartalmazza. A Skót felkelés csatamezői eredeti nyelven. Kisfilm William Wallace meséi. Az író naplója, fotóalbum, így készült a 73 részes dokumentumfilm, mert mondjuk magyar felirattal van. Archív interjúk, és például live, ugye ez is nagyon népszerű volt, 2010 óta a Blu-ray-eken élőben lehet a különböző extrákat, illetve a rendezők és egyéb más stábtagok alkotókkal élőben lehet csevegni, kérdezni, csatelni, illetve egyéb extrákat tudnak velünk megosztani. Ezen kívül ez a Blu-ray is rétegesen másolás védett, 16.9-es széles vászló, 2.35-1-es képarányom, illetve dupla rétegű a film DVD, BD50-es, az engigás, BD25-ös az extrás DVD, tehát ebből is azért adott az, hogy Master Audio és Master képi világ van rajta Full HD-ben. Tehát azért ez durvás. Tehát egyik legjobb képminőséget jelenti ez a jelzés. Na, te itt akartam erről a kis Blu-ray-ről mondani nektek, hogy kicsit abban messzus, kiesik a Blu-ray-maszker. Még az a film Blu-ray akart kiesni, milyen
dolog ez, láthatjátok, most kétesen jobb oldalt a Blu-ray, a film Blu-ray, bal oldalt az extra Blu-ray-t, és ki akart esni, képzeljétek el, hogy kinyitottam. De egyébként nagyon szép képi világon van, és jó, hogy bent nem teljesen ugyanazt láthatjuk, mint kint a forintban. Ennyit akartam mondani erről a szép kis kiadásról, úgy tudom tőletek, sziasztok!